Június második felében még sok helyen előtte voltak az iskolai évzárónak, és ez valamint a napokig tartó kánikula érződött is a Bereki strand forgalmán. A májusi mutatók viszont kiválóak voltak, mondja a dr. Hajdú Lajos, a település első embere. Még tényleg nem a csúcsforgalom, legalábbis bízunk benne, hogy nem ez a csúcsforgalom. A június az előző évekhez hasonlóan az mindig nehezen indul, de a június vége fele szokott megkezdődni, és majd július vége, augusztus eleje szokott a csúcsforgalom lenni. Az eddigiekkel, főleg a május havi forgalommal azzal elégedettek voltunk, nagyon hisz a szezonnyitáskor az április végi, május elsőjéhez kapcsolódó négy napos ünnepen nagyon nagy forgalma volt a településnek. Az időjárás is nagyon kegyes volt hozzánk, és azt mondhatjuk, hogy talán ennyi lakókocsit én még az elmúlt 20 évben soha nem láttam Berekfürdőn, mint amennyi a kemping területén volt akkor, úgyhogy elégedettek vagyunk eddig. A lakókocsis turizmus még régebben felfedezte az itteni kempinget, sok-sok visszajáró vendégük van. És az elmúlt években az is kitapasztalható volt, hogy a lakókocsis turizmus más ritmus szerint működik. Májusban külföldiek vannak itt elsősorban. Elsősorban ilyenkor már a kezdődő csúcsforgalomra való tekintettel a külföldi vendégek ilyenkor elszoktak menni, illetve majd augusztus végén érkeznek, és az őszi utószezont elsősorban szintén ők adják majd. És így van egy ilyen ritmusa a lakókocsis turizmusnak. Berekfürdőben az utóbbi években odafigyelnek a kulturális és szórakoztató programok kínálatára. Ez az idén sincs másként, mondja a dr. Hajdú Lajos. Én úgy gondolom, hogy az előző évekhez hasonló programokra számíthatnak az idejövők. Tehát igyekszünk a felhőtlen szórakozás mellett azért tartalmasabb programokat is kínálni a vendégeinknek, és ezt úgy mondjam, igyekszünk behozni a fürdőbe, hisz a vendég az a vízbe érzi jól magát, és azt szeretné, ha minden program ott lenne a partján, vagy benne a vízben. Ezt igyekszünk kiszolgálni bizonyos értelemben, így e hétvégén lesz már egy ilyen tehetségkutató, könnyűzenei csapatoknak, illetve tehát zenekaroknak egy fesztiválja. Ez akkor az utána, ami következik, az, amit igazán tudok ajánlani, az már július 14-i szombaton a Szatmári Tóth Atyafiak címmel lévő bemutatkozó műsor, ahol Szatmár és az ott lakó tótok, vagy a eredet, tehát tót eredetű falu fog bemutatkozni elsősorban, de itt lesz akkor a Szatmári népi együttes, akkor itt lesz a Szatmári Szilva, a Szatmári Pálinka lovagrendel együtt. Bízunk benne, hogy ez így lesz, és az időjárás is jó lesz. Az azt követő hétvégén pedig lenne egy első alkalommal próbáljuk meg, illetve rendezzük meg a kunsági kalászfesztivált, vagy kalászünnepet, amely szintén úgy gondolom, hogy egy tartalmas szórakozást fog nyújtani a népi hagyományoktól kezdve az ünnepi hangulatig. Ebből itt lesz például a Tolcsvai Trió is, amely fogja, bízom benne, hogy jelzi, hogy a színvonalát, majd az azt követő hétvégén pedig lenne a hagyományos testvérvárosi találkozó Lengyelországtól Szerbiáig terjedő testvértelepüléseink lesznek itt. A rekkenő hőség a Bereki strandon is megnövelte a forgalmat, termálvizes fürdőhely ugyan, de hidegvizes uszodával és medencékkel is várja a vendégeket. Forgalma azért meglátszott, úgy gondolom, tehát nagyobb volt a forgalma a szokásosnál. Úgy gondolom, hogy egyrészt a hidegvízű uszodája az, amelyik nyújt kellemes
felüdülés, de azon kívül úgy gondolom, hogy egyike Magyarország legparkosabb fürdőjének, legnagyobb parkrésszel rendelkező fürdője Magyarországnak, úgyhogy ezek a hatalmas fák, ezek megfelelő árnyékot és bizonyos felüdülést jelentettek az idejövő vendégeknek. Az előszezont mutatja, hogy itt egész sor árus kínálja a portékáit, most csak egy hölgy pakolt ki. Gyenge egyenlőre, időjárás nagyon befolyásolja, először a hűvös, az esős idő napokon át. Most a nagy kánikula, gyerekek nincsenek, még most is évzáró is létezik, ugye? Úgyhogy hát nem vagyunk elragadtatva. Nem, reméljük a továbbiakban, hogy lesz forgalom, de egyenlőre nem tudok semmi jót. Az előszezonnak az iskolai évzárók után meginduló nyaraló hullám véget is vet, és kezdődik a nyári dömping, ami a sok évtizedes tapasztalat szerint augusztus 20-áig tart.